Sziasztok, Tamás vagyok, 33 éves, 6 évet éltem Londonban, és sikerült bejutnom egy híres VFX céghez, Visual Effects céghez, ahol 3 évet dolgoztam, és nagyon-nagyon sok érdekes filmes tapasztalattal gazdagodtam, annak ellenére, hogy informatikusként kerültem be a céghez. Annak idején George Lucas alapította az Industrial Light and Magic nevű céget, akiknek ugye olyan fantasztikus filmeknek a vizuális effektusait köszönhetjük, mint a Jurassic Park, a Star Wars, az E.T., és naphosszat tudnám sorolni ezeket a műveket. Viszont előbb-utóbb ők is rájöttek, hogy a kapacitásuk nem elegendő ahhoz, hogy minden egyes filmhez ők készítsék el az effektusokat, így ugrásszerűen elkezdtek szaporodni a Visual Effects stúdiók Angliában. Ennek hozománya volt a Moving Picture Company is. A legelső film, ami miatt mindenképpen fontos volt, hogy plusz Visual Effects stúdiók létesüljenek, az a Harry Potter sorozat volt. Mert egy olyan grandiózus, hatalmas nagy projektről beszélünk, ami mindenképpen sok-sok ember munkáját igényelte. Egyébként az NPC is dolgozott a Harry Potter sorozaton. Az első részben nem vagyok biztos, de a másodiktól kezdve már dolgoztak minden egyes részen. IT-sként ugyebár nagyon-nagyon sok mindenbe belekukkanthattunk bele, és kellett néznünk, hogy megfelelő módon tudjuk szakmailag, technikailag támogatni a művészeket a cégen belül. Minden hónap végén volt a cégnél egy rendezvény, amit úgy hívtak, hogy Monthlies, és ezen gyakorlatilag bemutatták a jelenleg elkészült jeleneteket, mert ugye egy shotokat számoltunk, és meg volt adva mindegyik produkciónak, hogy hány shoton dolgozik az adott cég. Voltak, amelyek kész shotok voltak, de voltak ilyen félkész állapotúak is. Tehát volt, ahol csak egy ilyen nagyon leegyszerűsített animációt láthattunk, szó szerint így mondjuk csúszkált a karakter, de nem volt még benne ez a finom motorikai, finom mechanikai mozgás, amit ugye lemodelleznek a szakemberek hozzá. Voltak olyanok, amelyek már kész szőrzettel vagy textúrával rendelkeztek, úgyhogy mindenképpen változatos volt. A mi cégünk egyébként főleg az ilyen állat, tehát ilyen szőranimáció, lényanimáció, meg mindenféle hasonló dolog, ilyen mindenféle élőlénnyel kapcsolatos vizuális effekteket csináltak a srácok, ez volt a fő profiljuk. A Dzsungelkönyvért Oscar-díjat kaptak, amit még mi is láthattunk, magát az Oscar-díjat, ugyanis egy ilyen körútra indult maga a szobrocska, és volt egy nagyon jópofa kis ilyen harmadik emeleti konyhánk, ahova megérkezett a szobor, és aki szeretett volna, az fotózkodhatott a nyertes Oscar szoborral. Magát a forgatását a filmnek úgy kell elképzelni, hogy itt most nem a klasszikus díszletek voltak, mint amit bármelyik más forgatáson látunk, hanem mi pont azt a verziót kaptuk, amikor az egész díszlet digitálisan lett elkészítve, és gyakorlatilag egy VR headset segítségével a rendező bele tudott nézni, és gyakorlatilag a digitális díszletben ott tudott lenni.